Szép estét kívánok! Ismét egy legendát köszönhetünk a stúdióban. Ennek a beszélgetésnek a munkacíme nem is lehet más, mint 25 év, negyed század az öttusáért. Vendégem Horváth Viktor, világ és Európa bajnok, sokszoros magyar bajnok, öttusázó. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz! Én is örülök. No, én azt gondolom, hogy Székesfehérvár sport jellegét mi sem bizonyítja jobban, hogy a hagyományos csapatsportágakban is rendkívül sikeres ez a város. Ugyanakkor az öttusa az, ami a világszínvonalú volt. És az indítatása az mindig fontos, hiszen ti voltatok az elsők, majdnem csak, akik olyan szintre emeltétek ezt a sportágat, hogy országvilág ezt figyelte, hogy milyen szakmai műhely van a volántelepen. Úgyhogy erről kell, hogy beszéljünk méghozzá a te pályafutásodon keresztül, hogy az indulástól a sikerekig milyen út vezet. Kezdjük veled, hiszen azért azon kevesek közé tartozol, akik már ideje korán elkezdték erre a felkészülést, hiszen már voltál két tusázó is. Ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Igen. Hát még óvodás koromban szerencsére a voda vitt minket úszni, és ott már megismerkedtem a vízzel. És a kezdetekkor olyan ügyes voltam, hogy esetleg mondták, hogy folytathatnám is az úszást, és mivel elég vékonyka gyerek voltam, meg elég beteges, a szüleim úgy döntöttek, hogy ez a sport, mint az úszás, az biztos, hogy jót fog tenni, és akkor maradjak ott az úszodába. És igazából ez az úszó szakosztály, ugye még az Alba Volánnál volt úszó szakosztály, és ez mikor megszűnt, olyan 87-8 körül azt hiszem, akkor én, mint gyerek annyit észlettem, hogy már futóedzés is van, mert átkerültem az öttusa szakosztályba, és igazából már így 9-10 éves koromban már igen a két tusába kezdtem. Érdeklődtél a sport iránt egyébként? Hiszen azért egy fiatal számára az fontos, hogy azért figyelje a más sportágokat úgy általában. Nem tudom, jobban szerintem nem figyeltem, mint a többit. Arra emlékszem, a 88-as olimpia az már teljes mértékben megvan az öttusa, tehát hogy azt már biztos, hogy 10 évesen figyeltem. A sportot azt szerettük, már amennyit a tévé adott még annak idején. Foci meccsekre édesapám kivitt, illetve amire még nagyon emlékszem, hogy a Forma 1-es futamokat mikor már lett, és 86-tól Magyarországon is volt, azt mindig néztük a szüleimmel, úgyhogy azért a sportot szerettük. Tehát idejekorán eldőlt, hogy öttusázó leszel. Nyilván ennek vannak lépcsője, ahogy mondtad, az úszás és a futás az megvolt, az alapvetés, de aztán jönnek azok az ágai a sportágnak, amiket meg kell tanulni. Veled ez hogy volt? Kezdjük talán a lövészettel. Igen, a lövészet jött be egyébként először, a két szám után. Szerencsém volt azt hiszem a lövészetben, mert egyből feltűnt, hogy azért ez nekem könnyebben megy, tehát nem kellett annyit tanulnom, és jobban ment a lövészet már a legelején. Nyilván még amikor én kezdtem, akkor is még a robbanó lövészet volt 25 méterre, nem ez a 10 méterre a légpisztollyal, tehát egy kicsit mást kezdtem el, de a tanulás közben mi is használtunk légfegyvert, és ezt mindig szerettem a lövészetet, mondom, ez egy kedvenc számom volt, legfőképp azért, mert egy nyugodtabb gyerek voltam, ehhez nyugalomra volt szükség, koncentrációra, és ez már kezdetektől fogva megvolt, úgyhogy a lövészettel ilyen szempontból nem volt problémám, sőt, versenyeken, még a kis utánpótlás versenyeken, amikor a lövészet bejött, az segített arra, hogy már dobogó közelébe, illetve dobogóra tudjak állni, mert két fizikai szám, azért voltak nálam tehetségesebb gyerekek. Nézzük a vívást, hiszen a vívás az kulcskérdés az öttusában, hiszen az ellenfelet legyőzöd, pontot veszít, te pedig nyersz. Igen. Hát ezzel volt egész pályafutásom alatt azt hiszem a legtöbb problémám. Én is ezt fejbe kicsit nehezebben dolgoztam fel, hogy itt egy ellenfél elvehet tőlem pontot, illetve az ellenféltől kell elvenni pontot, ott nem csak igazából te vagy és a teljesítményed. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, főleg a fejemen, hogy legyen elég önbizalmam ahhoz, hogy megcsinálom a feladatot. Nem voltam tehetséges vívó, ezt vívóedzőim is megerősíthetik, vagy sportársaim. Ezt tényleg nagyon meg kellett tanulnom. Tehát évről évre
egyre több rutinnal rendelkezve, igazából felnőtt koromra, már közel 30 éves koromra értem el odáig, hogy azt mondhattam, hogy már tudok jól vívni, de ezt nekem nagyon meg kellett tanulni. A lovaglás is kulcskérdés, bár én azt mondom, hogy majd az edzőkről beszélünk, de általában az öttusázók azt mondják, hogy gyorsan megbarátkoznak a lovaglással, főleg ahol megvannak a feltételei is. Hát a volánnál ez így volt. Te hogy jártál ezzel? Igen, szerencsére volt ugye külön lovardánk, biztosítva volt minden feltétel. Hát a kezdetektől azért én is féltem egy kicsit a lovaglástól magától, a lótól, de mikor az ember már ezeken az első félelmeken túl van, onnantól igen, elég jó alapot kaptunk itt Fehérváron is ahhoz, hogy a magyarok, hogy mondják, hogy jó lovasok, hát hogy mi se várjunk rosszabb lovassá. Igen, ez is egy fontos volt. Én azt hiszem, hogy egy olyan jó alapképzést megkaptunk itt, hogy utána már bármelyik ország, bármelyik nemzetrendezett versenyt a lovakon, azért mi magyarok, mi fehérváriak is azért helyt tudtunk állni a lovaglásban. Nagyon fontos kérdés, hogy egy fiatal, ha úgy tetszik, feltörekvő tehetség, mert hiszen tehetséges voltál, az gyorsan kiderült. Vannak-e példaképei? Neked voltak? Természetesen az akkori, még leginkább gyerekként itt a közeli példaképeim voltam. Például a Katona Fecó, aki itt a junior VB-n Fehérváron, azt hiszem 90-ben volt itt a junior VB, és nyerték a csapatot is, nyerték a váltót, ezt láttam ugye élőben itt Fehérváron. Igazából én azt mondanám, hogy későbbiekben is a klubon belül volt olyan példaképem, aki a szorgalmával és a kitartásával eredményeket ért el, ő Gárdonyi Gábor volt, aki sajnos 23 évesen abba hagyta a sportot, és nem lett belőle, nem hozta ki magából azt, ami talán benne volt, de az ő hozzáállása is nekem példa volt. Ne feledjük, hogy ez az időszak a Fábián Mizsér Martinek csodáról szólt. Én azt gondolom, hogy ők is nagyon sokat tettek azért, hogy egyre több fiatal választotta az öttusát. Viszont kik voltak a mestereid? Kik voltak azok, akikre szívesen emlékszel? Kulcsár Antal nem lehet köztünk, és ő mindenképpen helyet kap ebben, de az egyes szakágak edzői sokat segítettek abban, hogy a későbbiekben ilyen eredményes légy? Természetesen nagyon fontos volt. Nyilván a szakmaiság mellett kiskorban még a leginkább az, hogy az edző olyan légkört teremtsen, ahol a gyerek szívesen lejár edzeni, és még ha szenvedni is kell, az edző utasításait megcsinálja. Nagyon sok utánpótlás edző mentem én keresztül, most így neveket nem mondanék, amikor odaértem már, hogy elkezdtem tényleg az öttusás edzéseket, sajnos a szintén elhunyt Komlódi Zsolt volt a komisz, a komisz, aki egy olyan inspiráló ember volt, aki mind a humorával, de közben mind a keménységével az embert előre vitte, és igazából bármit mondott, megcsinált az ember. Nyilván a szakágak közül is nagyon fontos volt minden egyes edző, és itt a Fehérváron az volt a legjobb, hogy ez a edzői közösség ugye egy közös kollektíva volt, nem külön futóedzőt vettünk, nem külön úszóedzőt, hanem ez egy kollektíva volt, és mindig úgy volt felépítve minden edzés, minden héten, hogy tudta az egyik edző a másik edzőről, hogy mi most a kiemelt, mi a fontos, ne legyen túlfárasztva, melyik szakág van kiemelve, és így ez így nagyon jól működött ez a kollektíva. Ugye arról beszéltünk már, hogy idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy, szorgalmas is voltál? Hát ez érdekes, hogy tehetséges voltam. Mindenki azt mondja, mások is, hogy én nem voltam tehetséges. Igen? Igen. Én voltam a szorgalmas. Aki nem annyira tehetséges, de szorgalmas. Az én korosztályomban is voltak utánpótláskorban olyan fiatalok, akik nálam tehetségesebb. Jobban úsztak, jobban futottak. Két tusá versenyeken előttem végeztek többször. Csak ők mind kikoptak. Mert az a szorgalom, az a mindennapi több edzés az már nem annyira tetszett nekik. Én inkább az a szorgalmas gyerek voltam, aki mindent megcsinált, és akkor egyre jobb lettem. Én úgy is gondolom magamat, hogy
hogy igazán fejbe, meg az összes szám felnőtt koromra állt össze igazándiból. Tehát utánpótláskorban még nagyon bizonytalan voltam, még el lehetett engem bizonytalanítani, megvertek többen is ilyen-olyan versenyeken. Felnőtt korban érettem, meg a sok munka gondolom meghozta a gyümölcsét, és akkor lettem már igazi versenyző. Ugyanakkor ettől függetlenül ifiben és juniorban is számos sikernek lehettél részese. És az nem lehet véletlen, mondom én. Igen. Tehát én azt mondom, hogy jó edzői stábbal, jó helyen voltam, próbáltam mindig fejlődni. Nyilván voltak benne eredmények, hogyha eredmények nélkül nehezebb lett volna, de még mindig azt mondom, hogy utánpótlás korban, mondjuk Európa-bajnokságon, világbajnokságon kevesebb eredményem született, mint felnőtt. Világos. Mint felnőtt koromban, mert addigra állt össze igazából. Viszont négy tusában ifi világbajnok voltál, meg annyi magyar kupa győzelem fűződik a nevedhez ebben a korosztályban, tehát nyilvánvaló, hogy volt értelme minden nap tenni. Ez egy teljes életet kívánt kitartást szellemiségben, mindenféle értelemben? Szerintem az első időszak? Mindenképpen. Hát én az egész 25 évet így tekintem, hogy igen, ez teljes embert kívánt. Sok mindent kihagy az ember ilyenkor, amit a civil életben a gyerekek vagy a fiatal felnőttek megtehetnek. Nekem ez volt az életem, ez volt a fontos, ez volt a prioritás. Nyáron is csak akkor mentünk el nyaralni, ha én nekem éppen szünetem volt, ha nem volt, akkor nem mentünk. Nem mentünk meglátogatni vidékre a nagymamát sem, mert nekem edzésem volt. Tehát a család is nagyon sokat, ugye ezt nem mondtam az edzők mellett, bár kérdése volt, hogy a család az egy nagyon fontos volt, hogy engem mindig végig támogatott. Édesanyám is sokszor kelt velem reggel, hogy elindítson az edzésekre, és mindig kiállt mellettem. Bár hozzá kell tennem, hogy még gimnázium végén is a tanulást próbálták erőltetni, de én azért nem hagytam magam a sportterén. És ezt nagykoromban azért meg is háláltam az eredményekkel, azt hiszem. Az új évezred hozta meg neked azt a sikert, ami azt hiszem, hogy benned volt. Egy olyan korosztály tagjaként 2001-ről beszélek a világbajnokságról, ahol ugye Balogh Gábor nyert, második lettél, de az egy fantasztikus teljesítmény volt. Mi úgy éltük meg, hogy újra ott vagyunk a spiccen már, mint az Alba Volán öttusázók, mert ilyenkor természetesen minden fehérvári többes szám első szemében beszél. Igen, biztos, hogy nagyon várták már ezt az eredményt. Ugye a Zsuzsa már előtte Budapesten is világbajnok lett, tehát a női vonal már elindult. Nyilván várták az emberek itt Fehérváron is, hogy talán férfi vonalon is előbb-utóbb ilyen sikeres lesz ez az öttusa. Nagyon, nagyon jó éven volt az a 2001-es, mikor végre válogatózhattam, bekerülhettem a felnőtt válogatottba, a válogatót megnyertem, az összes versenyen nagyon jó sikerült, és ez a világbajnokság is... Két még, arany és egy ezüst. Igen, hiszen... számomra is meglepően jól sikerült. Igazából már abban a versenyhevében ugye az ember, én nagyon közelint voltam a Balogh Gáborhoz, 4 másodpercen indultam a futáson mögötte, én már ott nyerni szerettem volna, úgyhogy ez az érdekes benne, hogy végül is kicsit csalódott voltam, amikor második helyen futottam be, de nyilván pár nappal később visszatekintve ez egy nagyon nagy eredmény volt. Egy kicsit ez hasonlít, hogy azért a csapatról beszélünk, hiszen váltóban és csapatban viszont aranyérmes lettél, és kicsit hasonlít ez 2006-ra, ahol fantasztikus teljesítménnyel szintén csak második lettél. A csak az nagyon idézőjelben, mert hiába van 8 világbajnoki aranyérmed, azért az nagyon-nagyon fontosak, azok a megerősítést jelentenek, mondom én, azok az érmek, amelyek hajszálnyira választottak el a dobogó legfelső fokától. Igen, a 2006-os év is egy nagyon jó év volt, ugye itt volt előtte még Budakalászon az Európa-bajnokság, ahol a Balogh Gábor nyert, és a csapatot váltót is nyertünk, egy jó hangulatú EB volt, és novemberben volt Guatemalában az év végén a világbajnokság. Én nagyon örültem akkor annak az eredménynek, mert a 2004-es sikertelen év és nem sikerült olimpián indulni kis gödörből. Én ott szépen nagyon 2005 és 2006-ban följutottam odáig, hogy egy magabiztos versenyzéssel a második lettem.
egyébként a verseny után is a riportban egyből megkérdezték tőlem, hogy akkor megint csak második lettem. Miért? Mindig kicsit haragszom, mert igen, ez a magyar, kis magyar mentalitás, ez a csak második, igen, az ember azért ugyanannyit dolgozik érte, mint az aranyért, de nagyon örültem neki, és éreztem, akkor értem én szerintem oda tényleg, hogy összeállt az öttusa, és felnőttként már jó. Viszont még akkor menjünk vissza 2001-ben, mert én azt gondolom, hogy csapatban és váltóban is aranyérmesnek lenni az egy óriási teljesítmény. Ma már ez abszolút ritkaság. Igaz, hogy felgyorsult ez a sportág, és teljesen nem hasonlít a mi régi öttusánkhoz, de akkor is. Igen, igazándiból 2001-ben állt össze ez a csapat, ami utána végig végigkísérte az én pályafutásomat, ez a Balogh Gábor, Kállai Ákos, Fülep Sándor és jó magam négyes, aminek a kombinációiból nagyon sok aranyérem született, mind az Európa-bajnokságokon, mind a világbajnokságokon. Úgy mondom, hogy erősek voltunk, és az az érdekesben, ugye a váltó volt az igazi csapatverseny, amikor egymásért dolgoztunk, abban még sikeresebbek voltunk. Még ha külön-külön nem is jött össze a verseny, a váltó az valahogy mindig összehozta a csapatot, és akkor ki tudtunk rukkolni egy nagy eredménnyel. Nekünk, ahogy már mondtam, kicsit hozzáértőknek, vagy csak szurkolóknak is a 2007 volt a csúcs mindenféle értelemben. Mondom ezt azért, mert hogy EB-t és VB-t nyerni egy ilyen klasszikus sportágban az egyedülálló teljesítmény. Te hogy élted meg? Egyéniben teszem hozzá. Igen. Hát, mint mondtam, volt, hogy 2006 végén már úgy éreztem, hogy azért kezd összeállni nekem ez a történet, hogy versenyeken is ki tudom hozni magamból a maximumot. És 2007, ez egy fontos év volt ugye az olimpiai kvalifikáció szempontjából is. Összeszedett voltam, és az Európa-bajnokságra is viszonylag magabiztosan mentem ki. Hát azt nem lehet elmondani, hogy mit éreztem akkor, mert már nem is emlékszem annyira, hogy mikor megnyertem az Európában, de nehéz volt felfogni pár napig. Az még olyan furcsa volt. A világbajnokságra már utána sokkal magabiztosabban utaztam ki, és azt mondom, hogy akkor tényleg tudatosan egy nagyon jó versenyt építettem föl, és egy hatalmas küzdős futással sikerült megszereznem az aranyérmet. Akkor határtalan boldog voltam, legfőképpen azért, hogy végre meg lesz az olimpiai kvótám, és tudok indulni az olimpián, ami 2004-ben a témba sajnos elmaradt. Igen, egy kicsit kell, hogy az olimpiákról beszéljük, mert hogy azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben így a múló idő sem tudja begyógyítani, vagy mégis? Hát nem hiszem, tehát ez mindig benne lesz, hogy sajnos csak egy olimpia jutott, 2004-ben is megvoltak voltam, ugye, de nem én indultam, és sajnos 2008 se úgy jött össze, ahogy szerettem volna, ugye előtte a májusi világbajnokságon lesérültem, és egész június hónapot ki kellett hagynom a lábam gyógyulása véget. Nem voltam 100%-os a pekingi olimpián, ettől függetlenül azt hiszem, hogy kihoztam magamból ott, ami bennem volt, kivéve ez a lovaglás dolgot, amit már akkor is problémás voltak, nem csak ez a legutóbbi Tokió olimpián a lovaglások. Pekingben is nagyon sok versenyző elbukott, leesett a lóról, sajnos én is így jártam Balogh Gábor mellett. Ezt az egy mozzanatot bánom leginkább az olimpiában. Ezt a lovas esést, ha az nem lett volna meg, én akkor azt mondom, hogy ha hatodik vagyok, ha tizedik, akkor azt mondom, hogy ez egy egyértelmű. Viszont ha még ugye előtte a 2008-as pesti világbajnokság, ott már közbejött egy sérülés. Egyébként sérülékeny alkat voltál? Igen, sajnos a lábam, a vádlim azt mondták, nem volt elég ruganyos, tehát sokszor elszakadt benne az izomrost, és erre már tudatosan készültünk is. Egyébként az olimpia előtt már egy évvel rendszeresen jártam minden héten Pestre gyógytornára emiatt, hogy a vádlim kibírja, de sajnos a májusi pesti világbajnokságig bírta ki, ott már a selejtezőbe éreztük, hogy baj van, már elvittek ultrahangra, ott már megállapították, hogy egy kis részleges izomrosszakadásom van, próbáltak össze
kötözni addig, hogy kibírjam a döntőt, de sajnos a döntőfutáson az egyik visszafordítónál jött az éles fájdalom, és sajnos ki kellett állnom. Egyébként a harmadik helyen futottam, tehát igazából a verseny nagyon jó volt, hazai verseny, hazai világbajnokság volt. Az eredmény talán kevésbé érdekelt volna, hogyha a lábam nem sérül meg, de ez az olimpiát is sajnos visszavetett egy kicsit. Ez már előrevetítette, hogy abba kell hagynod? Tehát gondoltál rá, kivel beszélted meg, hiszen a következő esztendőben, ahogy már az elején mondtam, 25 esztendő után elbúcsúztál kényszerűségből. Ki volt az, aki tanácsot adott, hogy most akkor mi a teendő? A család nyilván ilyenkor fontos. Igen, tehát a sérülékenység az egy tényező volt, de nem ez volt a fő ok, ami miatt felmerült, hanem 2009 elején februárban az egyik úszóedzésen, amikor kimásztunk a vízből, hogy fejessel kell indulni, akkor olyannyira megszédültem, hogy az egyik, a Szloboda József edzőn kellett megtámaszkodnom, mert én azt hittem, hogy ott elfekszek. Akkor mindenki nagyon megijedt, én is, és több szívvizsgálaton voltam, Kaposváron és Budapesten is, elvittek kivizsgálni, sajnos pont egy héttel utána vesztettük el Ocskai Gábort is, úgyhogy így mindenki azt mondta, hogy akkor most ezt teljesen ki kell vizsgálni, nehogy velem is valami hasonló történjen. Szerencsére nem volt baj a szívemnek, vérnyomásommal viszont igen, úgyhogy már azóta, sportolás közben elkezdtem vérnyomás csökkentőt szedni, azóta is szedem. És akkor olimpiai év utáni év volt, ezért úgy döntöttünk az edzői stábbal, hogy ezt az évet, 2009-et mindenképpen egy könnyített munkával fogom megcsinálni, és szépen az év végén eldöntöm, hogy hogyan tovább. És hát a sérülésekkel együtt, illetve ezzel a problémával együtt bennem már kezdett tavasszal, nyáron összeállni, hogy az egészség az első. Egyrészt, másrészt ez a sorozatos sérülések miatt megint 4 évet úgy ledolgozni, hogy a végén talán hiába. Ez a kettősség, már úgy gondoltam, hogy sok és inkább maradok a civil pályánál. Tehát úgy búcsúztál, hogy ebben a klasszikus magyar sportágban ugye nem említettük a háromszoros magyar bajnokságot, pedig azt néha azért nehezebb volt akkoriban megnyerni, mint EB-t vagy VB-t, tehát ez játékos. Voltál az évsportolója választáson második a hazai mezőnyben, ami megint egy csoda, és azt gondolom, hogy példa és példakép lettél. Nehéz volt a búcsú? Nehéz volt, igen. Tehát mindenki, aki 25 évet benne van egy sportban, azt hiszem, hogy az nagyon nehezen vált és távozik el. Egyébként a mai napig még mindig öttusával álmodok, mindig versenyre megyek, mindig öltözök, mindig... Tehát ez nem múlik el. Nehéz volt a búcsú, ennél nehezebb csak az átállás volt a civil életre. Ez hogy sikerült? Hát viszonylag jól, szerencsémre ott a Volánnál ebben is segítettek akkor még Tóth István. Kértem segítséget, hát 32 éves korfele már tapasztalat nélkül ugye az ember nehezen tud elhelyezkedni állásba, de gazdász végzettségem volt, és pont ott a Volánnál az egyik kolléganő szülési szabadságra ment, és kellett oda az ember. És hát a Tóth István is ismert már régről a sportból, úgyhogy úgy tartotta, hogy megbízható ember vagyok, és szerencsére ott lett helyem. Azóta is ott dolgozom a most már Volánbusznál a gazdasági igazgatóságon, a controllingon. Úgyhogy. Azt hiszem, hogy kerek volt a pályafutásod ilyen értelemben mindenképpen. Boldogsággal tölt el, hogy azért van utánpótlás, bár most változott az öttusa, de azért még az anyaegyesületed még mindig tartja magát? Hát ennek örülök. Az, hogy megváltozott az öttusa, annak nagyon nem. Nagyon féltem, hogy mi lesz itt 2024 után. Ugye a lovaglást már sajnos biztos kiveszik.
az ember mindig ilyen, hogy magam mindig magára is gondol egy kicsit. Én hálás vagyok, hogy még a régi rendszerű rendes öttusába indulhattam. Nem kellett megélnem sportolóként ezeket a változásokat. Biztos nagyon nehéz a mostani fiataloknak, illetve felnőtteknek, akik ott vannak. Bízom benne, hogy azért még be tudja bizonyítani a sportág, hogy van létjogosultsága és a olimpián is szerepelhet. Mit kívánjunk neked és a családodnak? Hát semmit. Az egészség. Az első az egészség. Nyilván a boldogság az meg a családdal együtt már jön. Köszönöm szépen, és ezt kívánjuk természetesen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégünk a legendás öttusázó volt, Horváth Viktor. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.